úgyis tudjátok milyen. Hát régen találkozós kezi Csókolomot kívánok mindenkinek az arcára, mert hogy valóban régen találkoztunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy lazsáltunk volna különböző újságoknak, illetve TV adóknak volt lehetőségünk interjút adni. Természetesen a videókat folytatjuk. És hát Valentinnak van megint. Tavaly már Ódákat zengtem erről, úgyhogy most megint rajtam a sor. Az én párom most egyébként egy vásárban van éppen, a saját ötletéből, ö, ilyen láthatósági anyagokból varrott ö, mellényeit, illetve kiegészítőit árulja, ilyen, ilyeneket, most megtudtátok ezt, Két olyan dologról szeretnék igazából beszélni, amelyet az elmúlt egy évben ennek a kapcsolatnak köszönhetően sikerült megismernem. Ugyanis mi kitaláltunk egy ilyen PKF-et, párkapcsolati füzetet, mind a kettőnknek van egy, nagyon egyszerűen kettévágtunk egy füzetet, tehát semmi flancos dologról nincs szó, és ebbe leírtuk azokat a dolgokat, amelyeket fontosnak tartottunk megosztani a másikkal. Én most pár dolgot így szeretnék felolvasni ebből, hogy lássátok, hogy körülbelül miről is van szó. Például leírtuk azt, hogy Viktornak, az én vagyok, fontos, hogy B, B a párom, Bori. Szóval Viktornak fontos, hogy B a jobb oldalán legyen valahányszor megyünk valahova, ez nekem fontos. Ha valaki a bal oldalamon van, egyébként teljesen mindegy, hogy kicsoda lenne a bal oldalamon, én, 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 én valahogy nem tudok, én, én jobbra tudok csak figyelni és beszélni, apróság. Van egy ilyen bekezdésünk is, hogy ha B szót kér, jelentkezik, Viktor rövidre fogja a monológiát. Ez elég gyakori, hogy szeretünk hát vannak autisták, akik szeretnek beszélni sokat, és hogy én is közéjük tartozom, és ilyenkor nagyon nehezen tudok figyelni a másikra. Lehet, hogy túlságosan dedós módszernek tűnik ez, de tökéletesen működik, hogy amikor szeretnénk valamit mondani, vagy valami fontos dolgot jelezni, akkor ténylegesen jelentkezünk. Működik, tényleg működik. Felírtuk azokat az ételeket, amelyeket nem szeretünk. Tehát én tudom azt, hogy ő mit nem szeret megenni, vagy mit nem tud megenni, illetve ő is tudja azt, hogy én, én mit nem szeretek. Szintén apróság, és mégis nagyon sok esetben jelent sokat. Azt gondolom, hogy látjátok, vagy értitek, hogy körülbelül miről van szó. Ez tehát egy olyan használati utasítás, vagy kézikönyv, olyan előre definiált esetekre, amelynél jó, hogyha tudjuk, hogy, hogy mit kell csinálni, mire kell odafigyelni a másikkal kapcsolatban. A másik dolog, amiről egyébként egy televíziós műsorban már beszéltem, a Ridikülben, az ez a, nem tudom, minek kéne nevezni, karszalag, aminek a lényege a két színben rejlik, vagyis hogyha kifordítom, illetve befordítom, az egyik irányba fordítom, akkor narancsárga, am egyébként alap esetben kék szín ö, van felül. És ö, én ezzel szoktam, illetve ezzel tudom jelezni, hogyha rosszul vagyok. Ugyanis nekem nagy problémám az, hogy amikor lefáradok, túltöltődöm, kikapcsolok, ö, vagy túl terhelődöm. De talán ezt már mondtam. Szóval, hogy akkor egyszerűen lefagyok, nem tudok beszélni, nem tudok kommunikálni. És ha ilyenkor valaki érdeklődik, vagy erőlteti a kommunikációt, akkor. És hát az ilyen lefáradásokra, vagy nehezebb helyzetekre találtuk ki azt, hogy egyszerűen megfordítom, mert ezt azért meg tudom tenni. És valahogy jelzem ezt a páromnak, akár úgy, hogy, hogy vakarózom, vagy, vagy őt megérintem. Például, hogyha egy nagy társaságban vagyunk, ahol mégsem mondhatom azt, hogy elnézést kérek, de most unatkozom, vagy elnézést kérek, de én most teljesen. Ö, ö, akkor ő tudja azt, hogy. hogy ilyenkor jön el az idő, hogy úgymond jelezze, hogy hát valami fontos dolgunk van és menni kell. De bármikor, hogyha akár kettesben vagyunk, vagy itthon vagyok és lefáradnék, akkor ezzel tudom jelezni, hogy most egy kis, egy kis pihenőre, egyedül létre van szükségem. Talán látjátok, hogy ezeknek az apró ötleteknek, megoldásoknak a lényege az, hogy a lehető legegyszerűbb dolgokból, tehát minél kisebb, Anyagi ráfordítással próbáljunk valami működőképes dolgot létrehozni, ami segít nekünk. Nem biztos, hogy nektek működni fog. De azt gondoltam, hogy mégiscsak beszélek erről. Hát, ha valami ötletet előhoz belőletek is, amit akár meg is osztanátok velünk itt a videó alatt. A kommentek között vagy, vagy akár a Facebookon, vagy, vagy levélben, hiszen ezek az apró dolgok azok, amelyek azt gondolom, hogy a sok kicsi sokra megy el alapján, de megkönnyíthetik az életünket. Igazából tök jó lenne, hogyha az év akármelyik napján, akár mindegyik napján tudnánk foglalkozni azokkal, aki kö vagy aki számunkra fontos, legyen az kétlábú, négylábú, vagy repülő, vagy bármilyen egyéb módon közlekedő, élő lény. Úgyhogy ha tehetitek, akkor a női hangra beállított GPS-eteket vigyétek el egy kis kocsikázásra, segítsetek Nikónak barátnőt találni a GTA 4 játékban, esetleg nézzetek meg a páratokkal valami csöpögős filmet, csöpögős, mondjuk horrort.